A fuvarozási üzletek költségei folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak, de a legnagyobb problémát még mindig a munkaerőhiány jelenti. A cégek a sofőröknek európai bérezést biztosítanak, ezért pedig európai szintű árakon kell dolgozniuk. Ez is az oka a fuvarozási díjak emelkedésének a sofőrök átlagbére kezd közelíteni ahhoz, amit egy nyugat-európai vállalkozó is fizet. Ez segíthet abban, hogy a munkaerő ne külföldön, hanem Magyarországon helyezkedjen el. A munkaerőhiány megoldása azért is lenne fontos, mert Németországban például pár éven belül 2000 sofőr megy nyugdíjba. Az utánpótlás alig felét teszi ki majd ennek a létszámnak, közölte Volosinovski László 35 perc című műsorunkban. Magyarországon pontos számokat nem tudok, hiszen jelenleg azért nézzük a nyugat-európai piacot, mert a legnagyobb felvevő erő, és aktívan ők befolyásolják azt, hogy milyen bér minimumot kell, hogy megüssünk. Én igazából ezt a bérminimumot sem szeretem használni, hiszen azt gondolom, hogy egy jó munkájú minimum a középmezőnybe kellene, hogy tartozunk, de a mostani költségek, amelyek összeállnak, nem teszik azt lehetővé, hogy ezeket a béreket ki tudjuk fizetni, hiszen a költségek folyamatosan emelkednek, és azt kell mondjam, hogy 2018 közepéig, vagy talán addig a pillanatig a fuvarpiac nem tudta ezt fizetni vagy finanszírozni, nem, nem volt rá annyira szenzitív, hogy, hogy megemelték volna annyira a fuvardíjakat, és ez az utolsó segélykiáltása is lehet mondhatni a magyar fuvarozóknak, hogy most már emelni muszáj, emelj, muszáj ke kell, hogy emeljük. A fuvarozási költségek fontos részét jelentik az eszközök biztosításai. Ezek a biztosítási díjak pedig nem folyamatosan emelkedtek, hanem hirtelen szerűen ugrottak meg. Folyamatosan emelkedik viszont az üzemanyag ára, mely 2017-hez képest mintegy 20-25%-kal lett drágább, nem csak Magyarországon, hanem Európa más országaiban is. Egy-egy szerelvény nem tud olyan mennyiségű üzemanyagot vinni magával, hogy csak Magyarországi piacról vásároljanak. Ezért ismerik a külföldi árakat is, tette hozzá Volosinowski László. Én azt gondolom, hogy azért. Két héttel ezelőtt kijött az MKF-nek egy nyilatkozata, illetve volt egy kommunikáció, mi 15-20%-os növekedésekkel hogy számoljunk. Én azt gondolom, hogy nagyon a közepére raktuk ezt. Én azért egy 30%-os fuar díj növekedésről szeretnék inkább tárgyalni, hiszen ez azt a számot tükrözi, amivel ismételten profitorientáltan lehet egy vállalkozást működtetni, mert az, hogy a költségek kijönnek, és a nap végén nem tudunk értelmezni pozitív eredményt, azért az, az nem feltétlenül jó. Évről évre 10-12%-kal csökken a fuvarozók létszáma, ez a folyamat pedig már 3-4 éve tart, tette hozzá a szurotrét KFT szállítmányozási osztályvezetője. A 15-20%-os emelkedést várhatóan januártól vezetik be.